Üdvözöllek a mai napi sikervitaminban, és egy érdekes gondolat, ami szintén a Brian Tracy egyik könyvéből, de nem direktben ez jelenik meg, onnan származik, méghozzá az, hogy nagyon sokszor van az, hogy az emberek szeretnének valami, ezt hallani is lehet, valami jó trükköt, valami klassz megoldást arra, hogy hogyan lehet mondjuk a tőzsdén pénzt keresni, vagy a bitcointra valami jó tippet kapjanak, és ezt igazából nagyon sok spekuláns, vagy tréner elmondta, hogy nem jó tippeket kell szerezned, hanem módszereket kell elsajátítani, és készségeket kifejleszted, hogy jól tudj kereskedni a tőzsdén, és folyamatosan pénzt tudjál vele keresni. És az élet más területére is igaz ez. Nagyon sokan elmennek tréningekre, és szeretnének ilyen kész tippeket kapni, tehát kész megoldásokat, olyan kis módszereket, vagy akár sales tréningen szófordulatokat, amiket így egy-egybe tud alkalmazni, és akkor így mindent megold vele. És az a tapasztalatom, hogy nem ezek a jó tréningek, és nem ez a jó megoldás, hanem ahol készségeket tanul meg az ember, hogy bármilyen helyzetben tudjon önmaga magától olyan szófordulatokat, vagy döntéseket hozni, amelyek mint készség szintjén előre viszik. És ez egy nagyon-nagyon nagy különbség, ha én egy kész megoldást, vagy tippet keresek, vagy pedig egy készséget fejlesztek ki, amit bármilyen helyzetben tudok az én előnyömre természetesen használni. És ez a legfontosabb. Biztos hallottál olyat például, hogy tartanak egy tréninget, és elhozzák neked a legújabb tudást, mert ami már 3 éve volt, az már nem él, meg nem működik, meg már nem jó. Na most a személyiségfejlődés, siker, vállalkozásfejlesztés témában az a tapasztalatom, hogy ezek általában azért elavulodók, és azért mondják, hogy itt a legújabb, mert ezek trükkök, tippek, amik lehet, hogy adott helyzetben ideig, óráig, de sokszor lehet, hogy nem is neked, hanem ő neki, aki eladja, működik az a trükk, de ezek nem értékrendek, ezek nem készségek. Az a különleges a sikernapban, és egész sikervitamin üzleti klubban, ez a Mastermind csoportban, hogy mi készségeket fejlesztünk. Tehát volt most például egy olyan találkozónk, ahol ilyen bombák robbantak szinte, mert nem az történt, hogy valaki megmondta neked, vagy egy okos tréner megmondta neked, vagy a tagoknak, hogy mi az az egy dolog, amit ezt a szófordulatot használod, akkor ez így tuti milliómos leszel, hanem addig mastermindoltunk, vagy brainstormingoztunk először megszerzett tudás alapján egy adott tagnak a problémáján, hogy önmaga jött rá dolgokra, és megtanulta azt, hogy hogyan tudja bármikor egy újabb helyzetben is kigondolni, vagy kihozni a csoporttal együtt akár a megoldást. És ha ezt megérzed ennek a különbségét, akkor rájössz arra, hogy egy téppavel egyszer véletlenül hat bejön, tudsz pénzt keresni, vagy egy készség, amivel minden helyzetben pénzt tudsz keresni, ha megérzed ennek az értékbeli különbségét, akkor azt gondolom, hogy érted, hogy miért van az, hogy én a Bob Proctorhoz, a Nicholas B. Enkelmanhoz, vagy pedig a John Maxwellhez ragaszkodok, vagy akár a Napoleon Hillhoz, amelyik sok-sok évtizeddel ezelőtt írta meg a könyvét, és talán lehetne igazán rámondani, ugye a mai coachok szólása, hogy hát ez már elavult meg, tegnap működött, de ma már nem. Ezek nem igazok. Tehát ami igazi értékrendet képvisel, és módszertanít, és készséget fejleszt, és egészen a tudatalatti készség szintjéig le tudod vinni, és fejleszteni tudod, az minden élethelyzetben, minden esetben téged fog tudni előre vinni. Ha egy olyan trükk, szófordulat, egy mondat, egy üzleti modell, ami csak egy trükkön alapszik, annak elmúlik a helyzete, és sokszor lehet, hogy eleve be se jön neked. Tehát mindig a készségeidet és az értékrendedet fejleszd, és mindig olyan tréningre menj, amik nem avval hirdeti magát, hát ez a legújabb, mert a tavalyi vagy a 2 évvel ezelőtti már nem működik. Ezt javaslom neked, használd, alkalmazd, nekünk a sikernap pont ilyen lesz, tehát olyan kimondottan értékrend alapú információk lesznek, és kérdések lesznek, aminek eredményeképpen te magad tudod az életed legjobb döntését megadni, anélkül, hogy ez kívülről valami nagy guru megmondaná neked, hogy már pedig neked ez a küldetésed. Azt te fogod megtalálni. Úgyhogy azt kell neked, hogy élvezd az életet, fantasztikus. Még egyszer visszahozom azt a gondolatot Brian Tracy-től, hogy amit elvégezhetsz 1-2 hónap alatt, arra ne fecsére éveket,
ebben a gyorsításban segít neked a sikernap május 19-én. Mi elkezdtünk száguldozni, tehát őrült tempó indult el a szellemi fejlődésben, amit ráadásul a tagok jó része, de talán mindenki megvalósít. Nyilván ez már az ő felelősség, hogy mit valósítanak meg, de egyszerűen olyan felismerések és tudás és új készségek fejlődtek ki, hogy onnantól már nyitva áll minden kapu. Jó szelet kívánok neked, ha vitorlázol, remélem. Egyébként meg szép napot és sok sikert. Három cél, kézzel, hangosan, 10. Siránynak nem tudom, melyik célt sorolja, de nagyon makacsú nyomja. Ciao, sziasztok!